Azt hiszem, hogy vannak máshol is nagy, meg nemes cselekedetek. Ez a klub talán abban különbözik, hogy megemlékezik ezekről, és igenis kiemeli, vagy díjazza ezeket, és nem megy el szó nélkül, amellett, hogyha valaki ilyen hőstettet, vagy az hasonlót hajt végre. Ez mindenképpen nagyon becsülendő. A kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbertet, az FTC vízilabda szakosztály vezetőjét hallották, aki az immáron hagyománynak tekinthető Fradi Fairplay gálát méltatta. Idén harmadik alkalommal rendezték meg az eseményt, melyen a Fairplay bizottság az igazi zöld-fehér hős kategória díjazottjának Gosi Annát választotta. A klub 17 éves atlétája észrevette, hogy az országos bajnokságon egyik ugrásánál egy méterrel többet mért a gép, így nem neki járna a dobogós helyezés. Anna ezt rögtön belátta, és annak ellenére is átadta a helyét, hogy az elektronikus rendszer eredményeit nem lehetett átírni, így a pódiumra is neki kellett felállnia. Az ugrást követően bennem már rögtön megfordult, hogy nekem ez a helyezés bármi is lesz a vége, nem fog kelleni. Mert nem engem illet meg, és ezt soha nem fogom megbánni, örömet okoztam egy másik lánynak. Harminc évig tanítottam általános iskolába, és több mint 20 éve edzősködöm, és ez az, amiért dolgozunk igazából mi pedagógusok, hogy a tanítványunk ne csak az eredményért, ne csak a sikerért küzdjön, hanem legyen benne emberség, tudja, hogy mikor mit kell cselekednie, tudja, hogy mikor, hogy kell odaállnia egy helyzethez. Nagyon örülök neki, nagyon boldog vagyok. Nem csak a fradisták, hanem az egész országban az atléták sokan írtak nekem, hogy ezt véletlenül gratulálnak, és hogy szép teljesítmény volt tőlem. Nagyon jó érzés, ugye én már 14 éve vagyok itt a Fradiban, és örülök, hogy ezt a Fradival élhetem át. A díjat a Fraditól kapom. A Fradi szív kategória díját Karácsonyi Vazul kapta. A vízilabda utánpótlás edző habozás nélkül ugrott a medencébe, és mentett meg egy füldugóját lenyelő, már a víz alá süllyedő kislányt. Vazul nem hőstettnek, inkább természetesnek tartja cselekedetét. Hát így elsősorban azt gondolom, hogy talán ennek kell lennie ugye természetes dolognak, hogyha bárki olyan helyzetbe kerül, akkor segíteni tudjon a másiknak. Nálam ez teljesen természetesen jött, hogy láttam, hogy bajban van a kislány, úgymond én vagyok a felelős érte, hiszen én tartottam az edzést, és az is az én felelősségem, hogy a legjobbat kihozni abból a viszonylag rossz helyzetből. Nagyon hálás volt a kislány, és a szülők is eszméletlen kedvesek voltak velem, és nagyon megköszönték, hogy segíteni tudtam a kislánynak. Ugye nagy dolog benne, ami itt is elhangzott, hogy Vazul idejött bő egy évvel ezelőtt, mint a női csapat technikai vezetőjének, vagy ilyen segítőjének, de közben ő máshol edzősködött, és aztán most már fixen van egy fix csapata, de tavaly még kapott ilyen próbaképpen egy gyerekcsapatot, illetve másokat helyettesített az edzéseken, és tényleg szerintem egy 10-15 edzésen volt túl, amikor pontosan ez a bal szerencse megtörtént, és ahhoz képest nagyon jól, nagyon rutinosan reagált, szóval azt gondolom, hogy ez valahogy még növeli, vagy megduplázza ennek az egész tetnek a nagyságát. A gálán színpadra állt a jégkorong szakosztály U8, U10-es korosztálya is, amely integrálott gyermek siket jégkorongos programjával nemrég megkapta a Magyar Olimpiai Bizottság Fairplay díját. A felemelő pillanatok után, az esemény végén mi nézők ismét büszkeséggel a szívünkben hagyhattuk el a Néplegeti Sportközpontot, konstatálva, jó ehhez a páratlan családhoz tartozni. Akkor is bajnokok leszünk, az egész világ, hogyha ellenünk. Ez a galaxis legjobb csapata, imádjuk őt, drága Fradita. Egy nagy csapat, mondja a góljai, nincs fontosabb, mint a pontjaink. Félnünk sose kell, jobbak mi vagyunk, mi akkor győzünk, hogyha kikapunk.